Folytatódott a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum Jazz a Múzeumban koncert sorozata. A Szent Imre templomban ezúttal az új barokk zenekar lépett fel, amely a klasszikus régi zenét gondolja újra, megtartja annak belső összetartó erejét és hamisítatlan szabad improvizációval egészíti ki. Smohai András, a múzeum igazgatója és munkatársai nem titkoltan ennek jegyében hirdették meg a kortárs zenei előadásokat. Pont 10 évvel ezelőtt Ajtói Péter már járt nálunk egy másik formációval, akkor bizánci zenét játszottak jazz feldolgozással, most pedig barokk énekek, barokk zene, kortárs jazz feldolgozásban fog szerepelni, és a rossz idő miatt bejöttünk ide a Szent Imre templomba, ami azt hiszem, hogy a témához illik, hiszen egy barokk templomról beszélünk, amit ugye jelentősen átalakítottak a 20. században, de még mindig őrzi barokk jellegét, és ehhez most kortárs előadásban fogunk hallani barokk zenét. Ajtai Péter zenekara alapvetően azon dolgozik, hogy miként tudja a régi zenét kortárs, improvizatív elemekkel egységes egészként újraalkotni úgy, hogy annak összetartó erejét megtartsa. Fontos emlékezni arra, hogy az az időszak, amit régi zenének hívunk, vagy a premodern zene, az improvizatív volt, és ez az improvizáció szépen lassan persze kiveszett a klasszikus zenei hagyományból, de ennek az egész régi zenei irának a sajátja volt. És amikor mi azt mondjuk, hogy mondjuk kortárs zenével kötjük össze ezeket a különböző régi zenéket, akkor nem teszünk más, mint az arcunkra formáljuk ezeket a darabokat, és improvizációval aktualizáljuk őket. A koncerten a közönség különböző régi zenei feldolgozásokat hallhatott, amelyeket egy meglehetősen tág zenei környezetből érkezve a zenekar tagjainak sajátos spontán improvizációi tettek teljes, egységes egészé.